Bőséges a kínálat Eperből a nyíregyházi piacon. Jól néz ki, de vajon milyen az íze? Ez érdekli elsősorban a vásárlókat. A közelmúltban sok eső esett, ami az általunk megkérdezett termelő szerint rányomta a bélyegét a termésre. Tudjuk, hogy ilyenkor a gombák nagyon elszaporodnak, úgyhogy itt a piacon a szabadföldi eper az elég kis mennyiségbe jelentkezik. A fóliás eper az jelen volt mostanáig. Fóliákban jobban meg tudják védeni az epreket, de mivel nincs szabadföldi, így egy kicsit magasabb az ár, tehát nincs ilyen olcsó defőző eper. Hát ha ilyen esőzések lesznek, akkor nem is nagyon lesz az idén. Hozzátette, a magasabb árakért cserébe akár két hónaposra is kinyúlhat az idei eper szezon a lassabb érés miatt, vagyis tovább élvezhetjük a gyümölcs ízét. 1000-1200 forintért kínálják egyébként a legtöbb helyen, és már cseresznye is kapható 6-800 forint körüli kilónkénti áron. Találkoztunk olyan vásárlóval, aki nem tapasztalt eddig drágulást. Szerintem nem különösebben, bár a cseresznye az még én most találkozom vele először, az eper az szerintem tartja az árát, nem gondolom, hogy nem tapasztaltam, hogy emelkedett volna, de valóban kérdéses lesz, hogy milyen lesz az amata az eső miatt. A nyári szezonális gyümölcsök is kezdenek már megjelenni, és bár a megyre még válnunk kell másfél-két hetet, a karszi barack egyre több helyen kapható, ahogy görögdinnyit is találtunk, bár ezek még nem hazai termések. Közben a zöldségeknél is van miből választani. Az új burgonyából és a paprikából is egyre több érkezik közeli termelőktől, melyek nagyjából a tavaly áron kaphatóak. 1300. Szétnéztünk ennél a piaci húsosnál is. Táblán az árak, ebből is leszűrhető, hogy főleg a sertés drágult. A híradónak nyilatkozó kereskedő szerint ráadásul a folyamatnak nincs is még vége. Két hetente mintegy 10-10%-kal kúszik feljebb a beszerzési ára. Ezt a pénztárcánk is jócskán megérzi, tavalyhoz képest 25-30%-kal kerül többe, ami a keresletre is hatással van. Viszonylag visszaesett a kereslet, szerintem ez is egy ilyen 15-20%-kal lehetne számokba kifejezni, és még annyira nem, de helyettesítő termék ilyenkor, a baromfinak az ára nem változott, és akkor eldönti a vevő, és akkor inkább néha baromfit vásárol helyette. A kereskedő szerint egyébként az uniós sertés hiány miatti drágulás következményeként a baromfi ára is követheti az emelkedést a közeljövőben.